van két ország ebben a immigrációválságban szerepe rendkívüli káros és rendkívüli hibás. Franciaország és Németország. És konkrétan a két vezető, François Hollande, a francia elnök, és Angela Merkel, kancellár. By the way, szeretnék mondani világosan, Angela Merkel, ez nem kancellár, ez a nő, ez takarító néni. Dr. Rashwa Muhammad mond önöknek így, ez takarító néni. Ez nem tudja, mit beszél. Nem tudja, mit beszél. Ez nem kancellár. Angela Merkel az utódja Willy Brandtnek, és Helmut Schmidtnek, és Helmut Kohlnek. Ez a nő ilyeneket mond, hogy a kobasznak is feláll a haja. Ilyeneket mond, de figyeljetek a motivumokra. Először, amikor kezdődött az immigrációválság, mondta welcome. Gyertek. Isten hozott. Gyertek. Jöttek. Utána két, három hónap múlva rájött a buta, hogy itt a jó ég, hülyeséget mondott. Utána használta más motivumot. Megoldjunk. Igaz? Megoldjunk. Megoldjunk számára rájött, hogy ezek az emberek képzetlenek, nem tudnak németül, nem tudnak beilleszkedni a társadalomban, több évekkel tanítani őket, hogy lehet valami hasznosot kihozni belőlük. De mondta, megoldjunk. Eltelt két-három hónap, és rájött a buta, hogy nem tud megoldani, nem arról van szó, hogy kell tanítani ott németül. Ez más mentalitású ember, más beidegződés, más kultúra. Nem hajlandó, sőt, borobály, nemhogy illeszkedik a társadalomban, gettóban élnek, nem tanulnak németül. Értékei borobál erőltetni rád, nem fordítva. És rájött. Akkor most, két hónappal ezelőtt ez a néni, az a aranyos néni, ami Dr. Rashwan ismétlem mond, hogy ez takarító néni. Ez nem vezető, nem tud, mit beszél. Akkor most hallottam őt, én hallottam, nem valaki mesélte nekem, mondta, ha beköszön a béke Szíriában és Irakban, ezek a bevándoroltak, akik letelepítették ott Németországban, fognak visszamenni oda. Jó reggelt, nénikém! Jó reggelt! Ezek büdös életben nem fognak visszamenni. Büdös életben. Ez a nő... És úgy néz ki tényleg, mint a takarító néni. Akkora feje van, mint a lavás kéri. Tudjátok, mi a lavás kéri? Vous parlez français? Madame? Monsieur? Mademoiselle? Lavás kéri. Ez a nevető tehén. A lényeg, a feje, mint a lavás kéri, és mindig rajta zöld kosztum. Nem tudom, miért zöld, de mindig rajta zöld kosztum. És itt kell vasalni. Tényleg, úgy néz ki, mint a takarító. Mondom, te jó ég. Ez a legnagyobb Európai Ország kancellária. Ez Willy Brandt utódja, és Helmut Kohl, és Helmut Schmidt, és Eisenhower. Ez a nő. Nem is tud, mit beszél. És borobálgat. És újra lesz a jelölt, a kancellár jelölt. Gratulálok Németországnak. Gratulálok. Ez tényleg bizonyíték, hogy Németország hol tart.
hogy nincs Angela Merkel, nincs alternatívája. És a más, az a François Hollande, az a francia elnök, ez is Isten csapása. Hála jó Istennek, választás lesz Franciaországban, és nem jelölje magát, az jelent, fog eltűnni. Ez is. Mondd neked, hogy kell fogadni ezeket az embereket, kell fogadni őket. Nem arról van szó, hogy kell fogadni őket. Arról van szó, hogy ezek az emberek nem hogy elfogadni őket. Ez veszély jelent az európai kultúrának, a kereszténységnek. Az iszlám nem ismeri a másságot. Tudjátok, ha olyan vallás, mint a zsidó vallás, vagy mint a putista vallás, akkor nincs semmi baj. Akkor nincs semmi baj. A kereszténység ezt mondja is. Te a muzulmán, én keresztény, te zsidó, ez nem baj. A hit, ez lelki ismeret kérdés. De a muzulmánoknél ez nem lelki ismeret kérdés. Ez nem lelkiismeret kérdés.